Szent misével ünnepelték meg a hívek július első vasárnapján, hogy elkészült a görögkatolikus templom felújítása Kálói Semjénben. Kívül-belül megújult az épület, és rendbe hozták a közösségi házat is. A görögkatolikus templom korszerűsítéséhez több forrás is igénybe vettek. Részben határon átnyúló rohú pályázatból, több forrásból, a Magyar Falu Program segítségével és a hívek adományából újult meg a templom Kálói Semjénben. Kívülről teljes egészében a tetőszerkezettől, a falaktól mindent sikerült, külső-belső nyílászárókat megújítottuk. Ami nem volt benne a pályázatban, az egyházközi saját erejéből a templom tetején lévő keresztet és gömböt 24 karátos tihar aranyjal aranyoztatta. A toronyórának a helye ki volt alakítva, de nem volt benne toronyóra, azt is elkészítettük. Illetve a barokk templomokra jellemzően úgynevezett szobor vagy ikonfülkék voltak kialakítva, amiben semmi nem volt, és ebbe pedig kárpátaljai festőművészekkel készítettünk két gyönyörű szép Mihály és Gábor főangyalnak az ikonját. A templom belsőben a teljes elektromos hálózat megújult, belső nyílászárók megújultak, új karzatfeljáró lett kialakítva, a mennyezeti szekkók teljes egészében restaurálva lettek. Több helyen jelentős károkat okozott a hónap közepén érkezett vihar, összesen 23 helyen kellett közbeavatkozni a tűzoltóknak, csak Újfehértóról 19 bejelentés érkezett a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. Ott kidőlt fák és leszakadt faágak okoztak főként gondot, de a viharos szél több lakóépület tetőszerkezetét is megbontotta. Délután 4 óra körül csapott le a városra egy, még a régi öregek által sem látott vihar, ami hatalmas károkat okozott a város intézményeiben és magántulajdonú ingatlanéban is. Rengeteg fát csavart ki tövestől, tehát hatalmas átmérőjű fákat is tövestől fordított ki a szél. A temetőben is több sír megsérült ilyen fa kidőlés következtében. Mentőállomásunkra ráborult az udvaren álló fa, illetve nagyon sok magánlakásnál jelentkezett a probléma. Tetőt szedett le információim szerint meg a lakosok tájékoztatása alapján, illetve több helyen is a fa rádőlt az épületekre. Jégeső pusztított Nagyecseden is egy héttel később. A mindössze 15 percig tartó dió és teniszlabda nagyságú jégverés a település egyharmadát sújtotta. Sok családnak el kellett hagynia az életveszélyessé vált otthonát. A Magyar Református Szeretetszolgálat országos gyűjtést hirdetett a károsultak megsegítésére. Minden bizonnyal szükség lesz valamilyen központi segítségre. A védekezést elrendeltük a pénteki nap folyamán, illetve a Viszmajorra benyújtottuk a mai nap folyamán az igényünket. Nyilván reméljük, hogy valamilyen központi költségvetési támogatást kapunk, illetve hát az önkormányzat is a saját mértékében és lehetőségeihez mérten biztosítani fog támogatást, és a jövő hét folyamán megpróbáljuk összerakni azt a logisztikát, hogy kijussanak a segédanyagok, illetve a helyreállítást tudjon haladni. Nyilván jelentős gondot fog okozni ebből a több mint 600 ingatlanból, annak az ingatlanoknak a sorsa, ahol nincsen biztosítás. Az önkormányzat ingatlanjaiba is több helyen kárt keletkezett, de az önkormányzati ingatlanok természetesen biztosítva vannak, illetve hát az önkormányzat ezt saját maga megoldja. Igazi gépritkaságok várták a repülés szerelmeseit július végén Balkányban. A repülőtéren egy Kamov helikoptert is bemutattak, amelyből mindössze 800 darab készült az egész világon. A Kárpátok régió nemzetközi repülős találkozót Balkányban tartották. Ez úgy működik egyébként, hogy üzletemberek, vagy akik repülni szeretnének egyik helyről a másikra, akár turisztikai céllal is igénybe veszik ezeket a kis repülőgépeket. Na most mi ezt úgy gondoljuk, hogy ezt a mobilitásba, különlegesen itt a schengeni határ mentén, ahol órákat kell várakozni, tehát partnereink most is órákat várakoztak a határon, meg ha a háborúnak vége van, akkor Ukrajna területéről is ez a repülés beindulhatna. Függőhidat, kilátókat, vizitúra megállóhelyet is kialakítanak egy beruházásban Vásárosnemény központjában. A Kraszna sétány a Tisza torkolatáig tart majd, közel 1 kilométer hosszan. A fejlesztéssel a város és a térség az aktív turizmus egyik kiemelt desztinációjává válhat. Észrevettük azt, hogy a városközpont a két folyó torkolatával, amiről nagyon kevesen tudnak, hogy a Kraszna és a Tisza itt találkozik egymással, és a Kraszna itt ömlik bele a Tiszába. Csodálatos természeti jelenség, és a maga környezet is, a természetes környezet fákkal, ligetes részekkel varázslatos tud lenni.
és azt álmodtuk meg, mivel kerékpáros barát településes vagyunk, és ha már egy másik projekt kapcsán kerékpárutakat építünk, akkor valahogy kössük össze azt, hogy a Kraszna sétány megálmodásával, egy közel 1 kilométeres sétány bekötésével, 2 kilátóval és függőhíddal kapcsolódjon ez a két projekt össze. Azt szeretnénk megvalósítani, hogy egy kicsi baja legyünk, ugyanis nem baja, hogyha hasonlítunk egy kicsikét más városra is, hanem ezen természeti adottságainkat kihasználva próbáljuk meg a városlakókat és az ideérkezőket egyfajta attrakcióval kiszolgálni. Július végén derült ki, új akkumulátorgyár épül Nyíregyházán. A kínai Sunwoda cég 580 milliárd forintból hozza létre első európai üzemét. A beruházással több ezer új munkahely létesül a megyeszékhely déli ipari parkjában. Az év eddigi legnagyobb befektetését Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be július 27-én Budapesten. A Sunwoda döntése úgy szól, hogy az első európai gyárát a vállalat Magyarországon, mégpedig Nyíregyházán építi fel. Ennek a magyarországi beruházásnak az indításaként 93 milliárd forintért kezdik meg a gyár építését, amely aztán a többi építési és beruházási szakasszal együtt egy 580 milliárd forintos beruházássá fog kiteljesedni. Szeretném még egyszer megismételni, tehát a Sunwoda nyíregyházi beruházása az összes építési és beruházási szakaszt figyelembe véve egy 580 milliárd forintos beruházás lesz, amely több ezer munkahelyet fog létrehozni itt Nyíregyházán. Ez az idei esztendőben bejelentett legnagyobb beruházás eddig. Ez a harmadik olyan beruházás idén, amely 1 milliárd euró fölötti értéket képvisel, és ezzel a beruházással most már biztossá válik azon vállalásunk teljesíthetősége, amely szerint a tavalyi beruházási rekordot az idei esztendőben nem csak meghaladjuk, hanem meg is duplázzuk. A tárcavezető leszögezte, hogy a Sunwoda számára a környezetvédelem kiemelten fontos. A gyár teljes vízigényének 90%-át tisztított szennyvízből fogják biztosítani.